Sziasztok, Zsófi vagyok. Megígértem, hogy lesz még egy életmódváltós videónk. Az első volt ugye, hogy milyen sporteszközöket kell hozzá beszerezni, a második az, hogy a konyhádban, a hűtőszekrényben mi az, amit jó lenne vagy lecserélni, vagy beszerezni ahhoz, hogy könnyedén a mindennapokban főzhess magadnak olyan ételeket, amit hát most ezt akartam mondani, hogy lelkiismeret furdalás nélkül lehess. Én azt szeretném mondjuk, hogy bármit lelkiismeret furdalás nélkül egyél. Szóval az a legfontosabb, hogy felejtsük el azt, hogy ha eszel, akkor mondjuk az ilyen kifejezések, mint bűnözés eszedbe jussanak. Jó, ez az étkezés, ez nem bűnözés, az evés azért van, mert ezáltal működünk testileg és lelkileg egyaránt. Ma pedig a harmadik rész jön, olyan trükköket, vagy olyan apró kis dolgokat, rutinokat fogok bemutatni, amit ha elkezdesz, vagy úgy módosítasz a hétköznapjaidban, akkor megint közelebb léphetsz ahhoz, hogy a testedben is, és a mindennapjaidban is jobban érezd magad, illetve főleg, hogy egészségesebb legyél. Na nézzük is, hogy mik ezek. Az első, és a legfontosabb, amit mindig mondanak, az a víz. Hoztam is egy pohár vizet, és nem véletlen hoztam ebbe a pohárba, én nem a videó kedvéért, hanem tényleg nagyon sokszor ebből a pohárból iszom, ugyanis ez 4 decis. Ihatnék bögréből is, de én bögréből nem szeretek vizet inni, mint ahogy üvegpohárból például nem szeretek tejet inni. Úgyhogy nem tudom, nektek vannak-e ilyen dolgaitok, írjátok meg, hogyha igen. Nem tudom, valahogy bögréből nem innék vizet, de abból van fél literes. Viszont pohárból nekem ez a legnagyobb, amiből szeretek is inni. És tehát az első tippem is ahhoz, hogy több vizet tudjál inni egy nap, az az, hogy egy nagy poharat vegyél magadhoz, amiből szívesen iszol. Tehát egyrészt legyen ne egy csorba valamit, kivéve, hogyha az a te kedvenced, akkor nyugodtan idd azt, de hogy, vagy igyál abból, de hogy egy szép pohár, az szerintem sokat számít egyrészt, másrészt viszont az, hogy ne 2 decis, vagy 2,5 decis pohár legyen, hanem legyen az 3-4, akár 5 decis pohár, és akkor, hogyha abból iszol egy pohárról, azt már úgy is megiszod. Tehát sokat számít az, többször decikkel többet fogsz meginni akkor, hogyha a poharad nagyobb volt, és észre se veszed. Egyébként ez az étkezéshez is nagyon fontos, hogy ott viszont, ha kisebb a tányérod, akkor pszichésen bizony kevesebbet fogsz enni, illetve ha nagyobb, akkor pedig többet. Maga a kis tányér technika, ez egyébként nem válik szerintem be, nem tudom, ismeritek-e, hogy kis tányérról egyél, és akkor kevesebbet fogsz enni. Ez szerintem határeset, mert úgy is tudod, hogy kis tányérról eszel, de ha csak egy kicsit kisebb a nagy tányérod, tehát nagy tányér készletet veszel, de ez egy kicsit kisebb, erre rengeteg kísérlet volt, hogy akkor körülbelül 20-30%-kal kevesebbet fogsz enni. Hogy ez beválik, ezt nem tudom, ezt egyébként nem akartam itt a videóban elmondani, vagy nem volt tervben, de egy érdekességnek jó lehet. Viszont ugyanez a pohárral is, vegyél nagyobb poharat, igyál abból, és akkor tényleg egy ilyen napi 3-4-5 decit észrevétlenül meg fogsz inni. De hogyha nem iszol ennyit, akkor, vagy ez nem jön be, akkor amit még ajánlok, hogy igyál annyit, amennyit eddig, viszont minden reggel és minden este pluszban igyál meg egy-egy pohár vizet. Ez olyan, amit nem felejtesz el, nem jön közbe semmi, tehát felkelsz, és az az első, hogy megiszol egy pohár vizet, amíg fő a kávéd, vagy amíg gondolkodsz azon, hogy mi lesz aznap, vagy mit vegyél föl, addig bőven meg tudsz inni egy jó nagy pohár vizet. Olyat, ami neked jól esik. Lehet az citromos, lehet langyos, lehet almaecetes, ezek mind nagyon jók, hogyha neked ez esik jól, de hogyha egy tiszta pohár ásványvizet iszol, vagy csapvizet, az is sokkal jobb, mintha azt a napi 1-2 pohár vizedet innád meg, mert hogy nekem sok vendégem van, aki bizony ennyit iszik.
de persze kávét, azt igen. Én nem ítélem el a kávét, nem erről van szó, csak az elvonja a folyadékot a testedből, illetve hát vizet hajt. Biztos ismered az érzést, hogy nem iszol hosszú út előtt kávét, mert akkor kell pisilni. Hát nem a folyadék miatt, hanem mert kihajtja belőled. Szóval ez az első és legfontosabb szerintem, hogy igyál sok vizet. Az, hogy miért, ezt szerintem számtalan helyen hallottad már, nem is fogom itt taglalni, csak azt, hogy hogyan próbáljunk meg egy kicsit többet inni, megint a fokozatosság, napi 1-2 pohárral igyál többet, ez vagy a reggel esti rutinba beviszed, vagy azzal, hogy nagyobb pohárból iszol, vagy mind a kettőt megpróbálod. A következő, amit szerettem volna elmondani, az, hogy bár még csak tél van, és ilyenkor nem jönnek elő a narancsbőr és egyéb problémák, de az a narancsbőr az ott van ilyenkor is, és ott van nyáron is, és egyébként, mivel ez egy természetes dolog, szerintem ezt el kéne engedni, ezt a narancsbőr parát. Szerintem ez szörnyű dolog, írtam a blogomon is, nem, tényleg kertelés nélkül a füledben fülzsír van, izzadni izzadsz, a laza kötőszövet pedig narancsbőrös, ez ilyen, ilyen a tested, ilyen az ember, a másik ember is, és te is, és én is. Szóval ezt egy kicsit el kéne engedni. De amikor tényleg az van, hogy ez elburjánzik, akár szó szerint itt ez a narancsbőr, vagy egyáltalán ez az állapot, az valamire utal arra, hogy sok benned a méreganyag, hogy tényleg túl sok a zsír rajtad, és ezek mind egészségtelen dolgok. Viszont a kötőszöveteid állapotát ez nem csak az határozza meg, hogy sokat iszol, hogy sokat sportolsz és egészségesen táplálkozol. Ezek is, viszont a kötőszövet, hát egy jó nagy adag genetika van benne, és minden, amit ezen kívül is a testedbe beviszel, mármint az ételeken, italokon kívül, az is nagyon sokat számít. Tehát például a krémek, a tusfürdők, a deók, ezek mind bejutnak a szervezetedbe, és egy csomó méreganyag lesz benne. Ugye az izzadásgátlókról nem kell azt nagyon elmondani, hogy alumíniumot tartalmaz a legtöbb, és ez mind beléd kerül, be a szervezetbe. Hát ezt el lehet képzelni, hogy kell-e az nekünk. De ez egy dolog, a másik, hogy ugye nem izzadsz. Hogyha nem izzadsz, tehát miért is akarunk megint valami nagyon-nagyon természeteset meggátolni? Ne akarsz meggátolni, annak ki kell belőled jönni. Akkor is, ha a pólód foltos lesz. Ez ilyen megint ugyanolyan, mint amiről az előbb beszéltem. Hát izzadni fogsz, ez az utcán ciki, az edzőteremben menő. Hát na, ha meleged van, izzadni fogsz, vagy ha izgulsz, egyéb pszichés állapotok ugye kiválthatják, de ez nem baj. Az inkább kellemetlen, hogyha ennek szaga van nyilván. Ezt egyébként az étkezéssel, sok sporttal, sok vízzel ki lehet egy kicsit játszani, tehát nem kell, hogy annak szaga legyen. Illetve még mindig tudom, hogy ott van például a nőknél a menstruáció előtti állapot. Én állítom, illetve hát ez ugye akkor a felgyülemlett méreganyag is kijön belőle, tehát nem véletlen van ez a premenstruációs szindróma, amikor csak gyűlik minden, és akkor ugye megjön, és szép a világ. Tehát ezt ismerjük. Szerintem a férfiak is, akinek volt az életében egyetlen körülötte nő, ő tudja, hogy milyen az. Na de hát ez a felgyülemlett sok méreganyag, ez benned van, és ez megjelenik akkor is, mikor izzadsz, és igen, ennek szaga lehet. Én erre tudom ajánlani, amiket itt hoztam. Ez egy teljesen alumíniummentes krémdeó, és ez nekem a Mannától van. Tehát biztos ismeritek a Manna szappan termékeket, vagy az volt először talán, de már nekik nagyon sok termékük van. Ezek majd valamelyik illatmentes, azt hiszem
nem ez, de van teljesen illatmentes, és van, amelyiknek van egy kicsi illata, viszont alumínium nincs benne, és hagyja, hogy izzadj. Ez nem izzadásgátló, nem krémdeónak hívják, viszont nem fogsz tőle kellemetlen szagút izzadni. Fogsz izzadni, de senki nem fogja észrevenni, ha csak nem a hónaljadat nézi. De kellemetlen szituációba szerintem nem kerülsz, mert ha izzadni kell, izzadj. Hogyha körülötted pedig vannak, meg hát amúgy is nyilván egyikünk se szereti saját magán se, hogyha bármilyen kellemetlen illata van. Jó, úgyhogy én ezt ajánlom akkor, hogyha muszáj használnod. Viszont én például, hogyha órát megyek tartani, vagy én sportolok, és nem az van, nincsen semmi befolyásoló tényező, ami kellemetlen irányba vinné a testszagokat, akkor én ezt se használom. Tehát nem használok semmit. Izzadni fogok, és kész. Még akkor se, hogyha egyébként a városba megyek, vagy bárhová. Tehát tudom, hogy nem lesz semmiféle szagom, mert mitől lenne, ha menstruáció, peteérés, bármi hormonális dolog közbejátszik, akkor használom, meg ha nagyon fontos tényleg, akkor szoktam, de egyébként nem. Ugyanilyen a testápolókról, és elfelejtettem idehozni azt a testvajat, amit használni szoktam néha, de mindjárt itt lesz, és addig viszont megmutatok egy szappant. Ez az Yves Rocher-nál kapható, szintén sok mindentől mentes, úgyhogy én nem használok tusfürdőt se, vagy ezt használom, vagy pedig olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy van egy vendégem, aki szappanokat és egyéb ilyen pipere dolgokat gyárt, például krémeket, napozótejet is, és például ő is gyárt krémdeókat is, úgyhogy az a szerencsés helyzetem, hogy tőle tudok mindig vásárolni, és akkor aztán tudom, hogy van benne egy kis seavaj, egy kis kókuszolaj, esetleg valami illóolaj, meg valamilyen szemcsék például a bőrradírhoz, ami lehet csipkebogyóból, vagy valamilyen magból, és biztos, hogy azzal fogja a bőrömet radírozni, nem pedig valami kemikáliával. Úgyhogy én ezeket használom, és nagyon-nagyon ajánlom nektek is, mert tényleg olyan mindennapos ezeknek a használata, naponta többször is. Úgyhogy nem mindegy, hogy mit viszel naponta többször a testedre és ezzel a szervezetedbe. És bizony a narancsbőrödet is fogja befolyásolni az, hogy te mivel kented a hónaljadat. Nem beszélve arról, hogy tényleg eltömíti a nyirokrendszert, és ez rengeteg gondot tud okozni, az arra van, hogy méregtelenítsen minket, hogy tisztítson minket, nem szabad betömni őket mindenféle alumínium származékokkal főleg. És akkor idehoztam közben a testvajat, ami nem egy gusztusos állapotban van, mert valahol magammal vittem, ahol használtam, és hát ebbe a zacskóba tettem vissza, de látszik, hogy ez egy teljesen natur termék, tényleg illata, az illata olyan, mint a seavajnak, úgyhogy biztos, hogy az van benne. Na ennyit azokról, amiket magunkra kenünk, és akkor jöjjön még egy mindennapos dolog, amit szintén sokat mondanak, hogy sokszor mondják, hogy nagyon sokat kell aludni. Hát ez rendben van, és persze aludjunk napi 8 órát, de manapság ki az, aki ezt megteheti. Nem tudom, hogy kinek van erre ideje, nekem rengeteg anyuka a vendégem van, hát nekik nincs idejük. Mi, akik dolgozunk, nekünk sincs nagyon időnk. Amit ajánlok, az, hogy egy nap a héten egy napot vezess be, amikor alszol. De akkor nem fél órával fekszel le korábban, és még nézel valamit a tévében, hanem lefekszenek a gyerekek,
vagy befejezed az utolsó munkádat, dolgodat, akármit, amit kellett, de tényleg kellett, és utána fogod magad és lefekszel, mondjuk 9 órakor. Ha tényleg fáradt vagy, és mostanában azért mindenki az ráadásul itt az ősz, tél, ilyenkor pláne azok szoktunk lenni, vezesd be azt, hogy egyszer egy héten lefekszel 9 órakor, és meglátod, hogy bele fog férni majd másnap, és nem feltétlen este, ezért nem fogsz másnap még később lefeküdni, el fogsz tudni mosogatni akkor, vagy fel tudsz mosni, el tudod rakni a szennyest, ne foglalkozz vele, hogyha úgy érzed, hogy te is keveset alszol, akkor vezesd be ezt az egy napot. És nagyon sokat fog számítani, hogy mondjuk aznap aludhattál 10 órát, vagy nem tudom, amikor neked fel kell kelni, vagy 9-et. Az már azért sokat számít, mert átlagosan az emberek körülbelül 6-7 órát alszanak egy nap, és van, akinél sokat mondtam, van, akinél biztos keveset, de ez az átlag. Úgyhogy vezesd be ezt a napot, ezt a plusz alvást az életedbe, hogyha te is ezek közé tartozol, mert nagyon sokat fog segíteni, neked nagyon friss leszel, és tényleg napokig kitart a hatása. Ez is ugye egy mindennapos tevékenység volt, illetve akkor jöjjön az, amit valószínűleg szintén minden nap teszel, de nem biztos, én ajánlom amúgy, hogy tedd meg, ez a reggelizés. Erre is szoktuk mondani, hogy nincs idő, meg nem tudod, meg akkor otthon nincs idő, a munkahelyeden már csak szendvicset tehetsz, meg nem kell szendvicset tenni, olyan, azt sem mondanám, hogy nincs idő. Én erre ajánlok egy dobozt, de nem akármilyen dobozt, hanem olyat, ami nagyon jól zár. Tehát ezt én nagyon szeretem, mert minden oldalát le tudom zárni, és nem fogom összenyomkodni az egészet, mert nagyon hangos. Viszont ebben, hogyha műzlit rakok, és tejet, vagy kókuszt, bármi folyadékot, az sem csurok ki. Ráadásul én biciklivel megyek dolgozni, hátizsákom van hozzá, és a hátizsákba belerakva sem csurok ki belőle. Egy zappelyhet összedobni, pedig annyit jelent, hogy beletöltöm a zappelyhet, a tejet, meg néhányféle aszalgyümölcsöt. Ez szerintem nem telik egy percbe sem. Szóval az, hogy időt kell rá szánni, az nem kifogás, mert egy percem van rá, hogy ezt megcsináljam, és akkor jót tudok reggelizni, táplálót is, egészségeset is, jókor, jó időben, amikor én azt szeretném, és nem kell itthon reggel még a munka előtt betömni valamit, ami nekem például nem esik jól rögtön ébredés után. Na, ezek voltak azok, amiket itt el tudtam hirtelennyében mondani, és most kicsit megyünk a konyhában odébb, mert mutatok még két eszközt, illetve olyan dolgot, amivel tudod egy kicsit segíteni azt, hogy egészségesebben én csak kapcsolok villanyt még. Innen most az egyik lámpából ki lett véve az égő, de minden más lámpát felkapcsoltam, remélem, hogy fogok látszódni. Szóval, amit nem vittem még oda, azt is meg is kerestem közben, ez egy ilyen kicsi üveg, és ebben nekem eritritol és stevia keveréke van, amiről beszéltem az előző videómban, és ez egy nagyon hasznos kis üveg, mert bárhová megyek, szoktam magammal vinni, és akkor nincsen az a probléma, hogyha elmegyek valakivel teázni, kávézni, akkor édesítőt kelljen beleraknom, vagy mondjuk sima cukrot. Ez elfér a táskámba, és akkor tudok belőle bármikor adagolni. Hogy ezek nagyon-nagyon kis, apró ötletek voltak, szerintem érzékelted, viszont azért gondoltam, hogy ezt
ezt a videót elkészítem, mert én például nagyon-nagyon gyűlölök takarítani, de tényleg extrém módon. Jobban szerintem, jobban utálok takarítani, mint az átlag. Viszont van egy blog és egy YouTube csatorna, az Otthonka, és ott a Fülöp Dorka, aki ez a csatorna, ő olyan apró és egyébként tök egyértelmű tippeket ad, hogy tényleg az embernek bármikor eszébe juthatna, mégse cselekszik úgy, és tök jó kis tippekkel lát el, ami nagyon sokat segít nekem abban, hogy mégiscsak takarítsak, és motiválódjak, és tök szívesen, akár a YouTube videója nézése közben képes vagyok teregetni, és mosogatni, és egyéb ilyen unalmas és szörnyű dolgokat. Szóval remélem, hogy egy kicsit én is tudtalak titeket hasonlóan motiválni, és egy kicsit hozzásegíteni ahhoz, hogy egészséges szervezetben éljetek, egészségesebb testben. Hogyha bármi kérdésed van, akkor kérlek, hogy írd meg itt a videó alatt, vagy a Facebookon, és hogyha tetszett a videó, akkor pedig nyomja tetszikre, mert én abból értek. Persze abból is, hogyha elmondod a véleményedet, de ugye, hogyha nem mondjátok, akkor nem fogom tudni, hogy milyen videót készítsek legközelebb, illetve hogy szerettétek ezt a kis trilógiát az egészséges életmódról, illetve az életmódváltó kezdő csomagról. Hát ennyi lett volna, én most már ebből többet nem terveztem, de hogyha nektek van még ötletetek, akkor mondjátok nyugodtan, és akkor ha meg tudom valósítani, akkor fogok belőle videót csinálni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, remélem találkozunk legközelebb is, ne felejts el feliratkozni, hogy akkor is láthassd a videót és értesítést kapj róla. Mivel már jövő héten advent van, ezért arra is jó készülődést kívánok, és remélem, hogy minnyáján tudtuk egy kicsit nyugiban és békességben otthon készülődni. Én legalábbis nagyon szeretem, nekem nagyon fontos. Erről a Facebook oldalamon írtam is valamelyik nap. Remélem, hogy ti is hasonló jó hangulatban ki tudtok készülni, és akkor most elköszönök, de azért megmutatom itt egy pár képkocka erejéig, hogy mit készítettem a napokban. Sziasztok! Jó hétvégét!